negatív kritika mennyi érkezett, hogy egy süllyedő hajót ott hagytatok és átszálltatok egy másikra? Itt nem, ilyen, én azt gondolom, hogy akik követnek minket, és követik a döntést, azok tudják, hogy ez nem is egy süllyedő hajó volt, itt volt egy döntés, hogy abba kell hagyni a sugárzást. Ugye, tehát itt nem azt lehet mondani, hogy majd egyszer abba hagyjuk a sugárzást, és mi már egyből elmenekültünk, itt 18-án évfélkor el kellett hallgatni. Én azt gondolom, hogy a hallgatók maximálisan értik, nekik a legfontosabb, hogy így én ezen a frekvencián ugyanezt a műsort kapják. Mi a Danubiuszt azt elraktuk egy helyre, mindenki a saját szívében ad neki egy szeretet, de jelentek ez, ami a jövőbe tekintünk. Az, hogy most egy-két ember azt gondolja, hogy mi árulók vagyunk, meg elárultuk, azok szerintem nem látnak abba bele, hogy itt milyen döntések vannak. Műsort akarunk csinálni, országos frekvencián, lehetőleg a mi frekvenciánkon, és erre volt lehetőség, és ezt mi megragadtuk. Nem nagyon foglalkozom én azzal, hogy itt most kiárulózunk, és ki nem. Hát a szeretetről pedig annyit, hogy rengeteg SMS, a holnap az konkrétan lefagyott, tehát elindultunk reggel, és bedőlt, nem is tudtuk használni, szóltak a szerveresek, hogy ott kész, a totál halál. A telefonokat az Anna egyszer nem tudta kezelni, csak így néhányat így bekapcsolt, és így pont egy lány hallgató kicsit ott pityergett adásba korra reggel még, hogy ő mennyire várta ezt a dolgot, és neki mekkora öröm. Szóval a hallgatók szeretet az változatlan a búcsúzáshoz képest, azt gondolom, hogy hihetetlen, hogy mit nyújtanak felénk. Mennyire maradt időt foglalkozni a másik nagy örömteli eseménye, hogy apa lettél? Hát mindig van idő foglalkozni, tehát itt a másfél hét alatt azért mi gegeltünk, értekezetekre jártunk, közös vacsorákon voltunk a srácokkal meg a stábtagokkal, de gyerekkel foglalkozni mindig van idő. Tehát odász az ágya mellé, dünnyöksz neki kettőt, megfogod, tisztába teszed, felveszed a kezedbe, az már foglalkozás. Tehát én nagyon sokat foglalkoztam vele, elutaztunk vele, szóval voltunk együtt sokat, tehát közben megy tovább a munka. Tehát szerintem a párhuzamot meg lehet találni azért, hogy a közös együttműködést, hogy az embernek magánélete is legyen, meg dolgozni is tudjon.